Egy emberi lénynek nagyon átfogó aurája is lehet. Szerintem ez attól függ, hogy hány hercen öltöttünk testet, hogy milyen magas szinteken érkeztünk ide. Gondolom, hogy ehhez hozzá számítanak a Korábbi életek. Szerintem, akik már például nagyon sokszor voltak művészek, tanítók, spirituális mesterek, ők biztos, hogy jóval magasabb szinteken öltöttek testet. Rájuk az anyagi viszonylat, mint olyan, nem fog annyira erősen hatni, és ők olyan dolgokat is megcsinálnak, amelyek mondjuk különlegesebbek. Például tudnak levitálni, bilokálni, sok mindent kivetíteni az aurában, vagy mondjuk azt, hogy a személyes energetikai rendszerünkben, nagyon nem mindegy, hogy az aurának milyen a berendezkedése. Szerintem inkább ezzel kellene foglalkozni, mint azzal, hogy milyen a külső. Mert a rend, az eredeti minta nem ezt veszi alapul, a külsőség csak annyiban számít, hogy a többi ember mit szól hozzánk. Hogyha valaki úgymond a démoni világban, aurában szeretne előre jutni, akkor az nyilván, hogy külsőségekben fog gyarapodni. De nekünk nem ez a feladatunk, főleg azoknak nem, akik egy ilyen isteni mintával érkeztek, hanem az, hogy lecseréljük az energiákat, és hogy tulajdonképpen a mi személyes rendszerünk összetétele az az isteni erőket, mintákat fogadja be, és ezáltal nyilván, hogy meg fog változni a fizikális életünk, létezésünk, és nem a külsőségek felé fordítjuk a figyelmünket, hanem arra, hogy ennek a rendszernek milyen az összetétele, és hogy mennyi pozitív energiával tudunk élni, hiszen tudjuk azt, hogy polaritás van a Földön, tehát kétféle aura jelenik meg. Megjelenik ugye egyszer a démoni ördögi mintázat, és hát valamilyen szinten az isteni is, bár ugye tudjuk azt, hogy sajnos a másik oldal, a pozitív oldal nem tud olyan erősen érvényesülni, mint a démoni negatív mintázat. És hát ezért is mondják azt a mai korszakra, hogy Káli Júga, az ördög kora, mert a negatív erők sokkal erősebben működnek. És én azt is tapasztalom, hogy sajnos ma nagyon sok ember ezeket az energiákat engedi be az aurájába, tehát a negatív erőket, és ez igazából szerintem a külső megnyilvánuláson is meglátszik. Ezért van anyagelvűség. Hogyha valaki nem anyagelvű, akkor úgymond ez az aura egy idő után ki fog üresedni, és én azt gondolom, hogy pontosan ez a cél, hogy minden felesleges dolgot száműzzünk ebből a rendszerből, és hogy hát azt is mondhatnám, hogy zárjuk le ezt a rendszert, mert ha én lezárom, akkor ezek a démoni negatív erők nem tudnak ugye báramolni, nem tudnak manipulálni, tehát védeni kell nyilván az aurát, tehát én is ezt teszem. És akkor el tudok indulni egy másik úton, és egyre fensőbb szinteket érek el. Hát mondjuk azt, hogy elérem az önvalomat, amit én 2015-ben értem el, és azóta, most már majdnem tíz éve, folyamatosan eme rendszerből nyilatkoztatok ki, vagyis abból a tárházból, abból a kincses tárból, ami a sajátunk, és amiben rengeteg minden lapul. Na most szerintem az sem mindegy, hogy ki milyen tudatszintek által nyilvánul meg a Földön. Mert ilyen kisugárzással fogok élni, hogyha alacsonyabb szinten rezgek, mozgok, akkor nyilván hogy hát egyrészt anyagot fogok generálni, vagyis a mulandó szegmenst fogom kiszolgálni, és azt a rendszert, ami, ami manipulatív, ami manipulálva van, tehát akik ma anyagelvűek, ők manipulálva vannak, nagyon erősen megvezetett személyek, és ők biztos, hogy nem az isteni rendszert szolgálják ki, és az ő aurájukban nem ezek a pozitív szent energiák fogalmazódnak meg. Na most azt is tudjuk, hogy az emberiség számára szükség van különböző mankokra, segítő elemekre azért, hogy ezt a földi utat úgymond végig, végig tudjuk vinni, és hogy legyenek húzó erők. Én azt véltem felfedezni, hogy a lélek, mint olyan képeket vetít ki, és ezen képek által élünk, éldegélünk, ezeket a képeket sűrítjük be. Ezek a képek az auránkban helyezkednek el, amelyek egy idő után besűrűsödnek, és nyilvánossá válnak, vagyis megjelennek alakilag is. Tehát akkor azt is mondhatjuk, igen, hogy az auránkban rengeteg lenyomat tárolódik, és akár 20-30-40-50 évig is képesek ott élni, működni, és az idő előre haladtával ezeket a képeket fogjuk besűríteni. Ugyanakkor, hát az is a tapasztalatom, hogy a múltból is rengeteg képet tárolunk, és éppen ezért a korábbi életeinket is visszatudjuk vetíteni. Nagyon sok kép jöhet föl a korábbi testetöltésekből, hát ez nálam is így volt, főleg gyerekként tudtam nagyon sok ilyen képet kivetíteni, amelyek által megjelenítettem a korábbi életeket, tapasztalatokat, emlékeket. Persze nem mindent alakilag, hiszen, ahogy mondtam, ahhoz, hogy manifestálni tudjunk, sűríteni, sok mindenre van szükség, és hát nagyon nem mindegy, hogy az ember, mint olyan, milyen rezgés szinten tart, akik már magasabb szinteken tartanak, ők szerintem sokkal gyorsabban tudnak teremteni, manifestálni. Ezt én is észreveszem magamon. Ha elképzelek valamit, akkor azt nagyon gyorsan meg tudom jeleníteni. Hát nem volt ez mindig így, illetve lehet, hogy sok esetben igen, csak erre nem mindig voltam tudatos. Ez az 1137. impro 7 év során. Azt kell megvizsgálni szerintem, hogy az energiában milyen képek vannak mind egyénileg, mind globálisan. És ezt most össze fogom vetni, úgymond a feltámadással. Ugyanakkor, hát valamilyen szempontból a visszajövetellel, mert egy ideje, néhány hete, erőteljesebben elkezdtem foglalkozni, úgymond, ezzel a jelenséggel állapottal, főleg karádi ihletése által, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez lesz a Feltámadás jogrendje cím sorozatom nyolcadik része. És hát jó kérdés, hogy még hány rész születik. Sokat vizsgálom mostanában, igen, ezt a folyamatot, elég sok mindenre jövök rá, amit szeretnék átadni, és ami által szeretnék kidolgozni egy nagyon különleges tételsort, és akkor most szerintem váltsunk. Tehát akkor szerintem folytassuk onnan, hogy azt kell megvizsgálni, hogy az ember aurájában milyen képek, lenyomatok helyezkednek el. Nagyon-nagyon sok képet hozunk szerintem a korábbi életekből, nekem ez a tapasztalatom. Csak ezekről a képekről nem mindig tudjuk azt, hogy honnan származnak, hogy az előző életekből kerülnek elő. Ugyanakkor, hát ahogyan mondtam, erre nyilván nem mindenki tudatos, és hát sokan nem is hisznek abban, hogy voltak, vannak előző életeink. Én azokkal foglalkozom, akik erre a jelenségre tudatosak, mert szerintem nagyon fontos az előző életek vizsgálata, én rengeteg mindent folytatok, és például én gyerekkoromban az egyel ezelőtti életemet úgymond ki tudtam vetíteni alakilag. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy valamilyen szempontból feltámasztottam az előző életemet, azt a figurát, azt a valakit, aki én voltam a korábbi testetöltésemben. Persze nem teljes életnagyságú figurát, alakot, emberkét jelenítettem meg, hanem egy kisebb változatot. De most jutottam el oda, plusz 40 éves vizsgálat kapcsán, mert ahogy mondtam, gyerek lehettem, amikor ez a kép megelevenedett előttem, és az az érdekes, hogy ez, a, ez az alak, mint olyan, mozgott, Beszélni nem beszélt, de mozgott. Sétált, menetelt. Tehát megjelent, kivetült az én előző életem, az, hogy én hogyan néztem ki, hogy én igazából ki voltam, de hát nyilván még gyerekként ezt nem tudtam megmondani, meghatározni, hogy ez a figura, a kép alak honnan jön, honnan származik. Plusz 40 évvel később, sok-sok tanulmányon hátam mögött, most már megtudom fogalmazni, magyarázni és határozni azt, hogy ez a jelenség tulajdonképpen miről szól. Tehát akkor mondhatjuk azt, igen, hogy valamilyen szempontból ott az a bizonyos feltámadás, vagy feltámasztás létrejött. Ahogy mondtam, nem teljes életnagyságban jelent meg előttem ez a figura, hanem jóval kisebb alakban, de képes volt mozogni, és képes volt rengeteg mindent átadni amikor az ember úgymond meghal, és ez a test leamortizálódik, akkor igazából szinte minden megmarad, csak a test nem. A képek, a lenyomatok, az információk, maga az energia, az nagyon fontos, ugye megmarad, és tovább fogja működtetni a többi életünket. Hát szám szerint azt, ami ugye azután valósul meg közvetlenül, most beszéljünk csak erről, persze több vizeszületés is van, de az biztos, hogy például az én életemet nagyon erősen meghatározta, úgymond ez a kulcs figura, mert a szellemiség, mint olyan, nem múlik el, nem pusztul el, és rengeteg mindent vissza fog vetíteni. Annyira nagyon sok mindent, hogy a mostani fizimiskámat nagyon erősen átalakította, meghatározta, de ugyanakkor azt is, hogy én most milyen vállalással vagyok jelen. Ugye sokat beszéltem arról, hogy nem mindegy az, hogy hogyan érnek össze különböző aurák. Na most nyilván, hogy az előző életem beli aura, mint olyan, aurám megmaradt, hiszen, ahogyan mondtam, az a halál kapcsán nem pusztul el, és lehet, hogy ebben az aurában történt meg a mostani testetöltésem, Hát ezért mondtam azt, hogy nem mindegy, hogy ennek az aurának milyen az összetétele, mert ha itt nagyon sok kép megmarad, nagyon sok élmény, tapasztalat, akkor ezek fogják úgymond mozgatni a mostani testet is, és nagyon meghatározzák azt, hogy az ember, mint olyan, milyen vállalása van vagy lesz jelen, de még azt is, hogy hogyan fogok költözködni, hogyan fogok érezni, vagy milyen szakmákat fogok választani. Na most beszélni kell az iker, illetve a rokon lelkekről, akik azért iker és azért rokon lelkek, mert az auráink összeérnek, egybeérnek. Nyilván, hogy az ikreknél, az iker lelkeknél egy aurát ö, ö, kell ugye meghatározni, tehát ők egy órában léteznek, és ezért van az, hogy mindenben, vagy szinte mindenben megegyeznek. A rokon lelkeknél pedig, hát arról kell beszélni, hogy ott is valamilyen szempontból összeérnek az aurák, csak ott nem százszerzelékosan. Hiszen a rokonság az ugye nyilván nem fog annyi analógiát adni, mint az ikerség. Hát azt is mondhatnám, hogy azért ez egy magasabb szint ha valaki az én ikerlelkem, akkor nyilván, hogy ott sokkal több azonosság lesz, mintha csak a rokonságról, a rokon lelkekről beszélünk, de hát, ahogyan mondtam, mindkét esetben az aurák összeérnek, csak az ikreknél szerintem százszerzelékosan, a rokon lelkeknél pedig csak részben. Na most nyilván, hogy ilyenkor nagyon sok információ áramlik át, és így is meghatározhatjuk, befolyásolhatjuk egymás lényét, létét. Nagyon sok azonos jegy fog eképpen születni. Na most az sem mindegy, hogy a föld aurája, vagy energetikai rendszere milyen, és hogy ebbe a rendszerbe tulajdonképpen milyen erők érnek bele, vagy hogy milyen energiák építik föl tulajdonképpen hát magát, ezt az aurát, energetikai mintázatot. Arról kell beszélni, hogy sajnos a föld aurája, mint olyan, eltérített, és rengeteg negatív erő gyűrűzött be. Ezért alakult ki, úgymond a Kali Yuga, a démoni kor. Na most tegnap feltettem egy olyan kérdést, hogy vajon megváltókra, mesiásokra, szükség lesz az aranykorban, vagy csak a kaliúgában, ahol, ahol annyi a nehézség, és rengeteg negatív energia uralkodik. Hiszen tudjuk azt, hogy most a váltás küszöbén állunk, vagyis szerintem nem sokára véget ér a kaliúga, és hamarosan beköszönt, úgy az aranykor, vagy mondjuk azt, hogy a tudati éden, ami szerintem az én fogalmam, kitalációm, mert szerintem itt erről van szó. De most jöjjünk vissza egy picit ide, beszéljünk a különböző korszakokról, érákról, vagyis arról, hogy a Kali Júgát állítólag törvényszerűen az aranykori minta fogja váltani, ami egyelő Isten korával, vagy mondjuk azt, hogy egyelő Isten aurájával. Tehát az lenne a lényeg szerintem, hogy a földi rendszert visszasegítsük az isteni aurába, vagy hogy ez az aura energetikai rendszer határozza meg az itteni létezést, ami által rengeteg pozitív energia fog felszabadulni, és akkor ez hogyan függ össze a megváltással, vagy a feltámadással? Hát úgy, hogyha sokkal több pozitív energia szabadul föl, és az isteni erők ide úgymond megérkeznek, vagy megjelennek, akkor szerintem a testeknek nem lesz mulandósága egy idő után. Az öregedés az el fog tűnni, hiszen jóval magasabban lesz már a Földnek a saját frekvenciája, és hogyha valami magasabban rezeg, mozog, akkor ott az anyag, mint olyan, nem lép be. Tehát ezért lenne nagyon fontos, hogy a mai kor embere letegye az anyagelvűséget, mert aki anyagelvű, annak a rezgés szintje folyamatosan csökken le, folyamatosan távolodik el a rendtől, az eredettől, az isteni mintától, ő tudja, hogy nem fog megüdvözülni, és nem is fog átkerülni. Na most a föld rezgés szintje 44 éve folyamatosan emelkedik, fantasztikus állapotokat értünk el azóta, és értékeket. Ez nyilván azért van, mert elő kell segíteni az aranykori váltást, és a kali mint olyat, be kell dönteni. Viszont ezt alacsonyabb rezgés szinteken nem lehet megcsinálni. Az a lényeg, amit mondtam, hogy a Föld saját frekvenciája fölemelkedjen. És állítólag most már nagyon közel vagyunk a 200 hz ami egy alapszint lehet, ami egy nagyon jó kis érték. Persze sokkal jobb lenne, hogyha 500 Hz-en rezegne a bolygó saját frekvenciája, a szeretet rezgés szintjén, mert akkor itt minden kivirágozna, és eltűnne szerintem a halál, ugyanakkor a különböző lelkek föl tudnának úgymond támadni, amiről ugye a jelenések könyve ír, és ezt a napokban újra elkezdtem vizsgálni, még behatóbban, és próbálom ezeket a tételeket leegyeztetni, azokkal a gondolatokkal, amelyek ugye bennem megfogalmazódnak, nagyon sok minden stimmel, nagyon sok minden lefedi egymást, mert én is azt érzem, hogy nagyon közel van ez az állapot. És hát, ahogyan mondtam, ugye Karádi Katalin lénye, lelke vezetett rá erre. A 28. előadást ihleti meg, ha jól számolok, talán, vagy a 29-et, most már tényleg nem tudom, mert szerintem a 29-et, mert iszonyatosan gyorsan jönnek ezek az energiák, ezek az információk, alig győzöm őket követni. Most már tényleg majdnem 0-24-ben dolgozom, még sokszor éjjel is, most is fent voltam éjjel, és vágtam a különböző felvételeket. Igen. És reggel pedig éreztem azt a késztetést, hogy erről a téterről mindenképpen beszélnem kell. Mert ahogyan mondtam, nagyon közeli ez az állapot. Miért? Azért, mert már magasabb rezgésszinteken járunk. Hát az én energiám is jóval magasabb szinteken rezeg. A földé is. De ugyanakkor Karádi, Kataliné is, aki, ahogy mondtam, engem folyamatosan húz fölfele, aki által tulajdonképpen a mennybe, mennybe menetelemet járom most, mert szerintem jó néhány napja, ami azt jelenti, igen, hogy ő visz közel, a rendhez, az eredethez, a mennyország felé, ami szerintem, ahogyan mondtam, a mi tudati édenünk egy nagyon magas szint, és hogyha ezt elérjük, akkor át fog alakulni a mi minőségünk, mert az auránk összetétele már nagyon-nagyon máshogyan működik, majd nagyon más képet fog festeni. Tehát igen, az a lényeg, hogy az auránban lévő képeket lecseréljem. És akkor mondhatjuk azt, hogy ugyanezt kell megtenni globálisan is, ahhoz, hogy itt valóban aranykori minta legyen, és ahhoz, hogy valóban ki tudjuk alakítani az örök létezést, mert tulajdonképpen mi efelé megyünk, efelé haladunk, hogy a testeknek ne legyen mulandósága, és hogy bizonyos lelkek, emberek föl tudjanak támadni, és ahogyan mondtam, én ezt a folyamatot, vagy jelenséget, odáig tudom visszavezetni, amikor is én például óvodás koromban kivetítettem az előző életemet, mert ott úgymond feltámadt egy alak, az az alak, akit én jelenítettem meg, nem teljes életnagyságban. Lehet, hogy azért, mert akkor még nem volt annyira magasan a rezgés szintem, és nyilván azért, mert még fiatal voltam, de én azt gondolom, hogy a mesteri lények, akik magasabb szinteken rezegnek, ezt elő tudják idézni, tehát valamilyen szempontból szerintem a különböző lelkeket át tudják örökíteni, ez most nagyon fontos, amit mondok, akik lehet, hogy egy idő után tényleg meg fognak jelenni valamilyen formákban, alakokban, hát jó kérdés, hogy ugyanolyan formákban-e, mint ami által távoztak, és akkor el fogom mondani azt, hogy ez miért lehetséges, vagy hogyan lehetséges, és hogy miért gondolok arra, hogy, hogy az előző életbeli minta jelenhet meg újra. Nyilván azért, mert az előző életem az egyel ezelőtti. Van hozzám a legközelebb. Tehát az fog dominálni nagyon erősen, mert ugye mondtam, az órában ezek a képek megmaradnak. Tehát hiába múlt el ez a test, a képek, a lenyomatok, az érzések megmaradnak, és hogyha újra születek és a tudatomra ébredek, akkor már elkezdhetek emlékezni az előző életemre, és akár ezek a momentumok, érzések, az egész mostani életemet végig kísérhetik, és ahogyan mondtam, nagyon erősen befolyásolhatnak. Na most, igen, amit mondtam, nem mindegy, hogy az ember milyen rezgés tudatállapottal érkezik vissza. Hogyha én magas szinten rezgek, akkor sokkal több mindenre fogok emlékezni, mert akkor az anyag, mint olyan, nem húz be, nem fedel, és nem butít le annyira, mint amennyire sajnos a mai kor emberét az anyag, vagy az anyagelvűség lebutította, vagy mondjuk inkább azt, hogy megvakította. Szerintem ma nagyon sok olyan ember van a Földön, akik igazából nem látnak százszerzelékosan, olyan, mint hogy egy ilyen vastag fal lenne körülöttük, vagy több fal, és nem csak ők nem látnak át ezeken a vastag falakon, hanem az ő lényüket sem lehet igazából érzékelni. Mert nem indultak el az úton, mert nem kezdtek el nyitni, ásni, hiszen szerintem az a legfontosabb feladat, hogy a szellemi rendben, a szellemi minőségben ássunk ebben a szférában, szegmensben, mert így fognak magasabb szintű energiák leáramolni. Pláne akkor, hogyha kitisztítom az aurámat, és minden felesleges dolgot kipakolok, azért, hogy a felsőbb szintű energiák be tudjanak áramolni, vagy azért, hogy hát mondjuk azt, hogy Isten meg tudjon jelenni az én aurámban. Tehát az a lényeg, főleg a polaritás kapcsán, hogy én a negatív oldal totálisan hagyjam hátra, lépésről lépésre, pakoljam le az egómat, váljak meg az anyagelvűségtől, hogy kitisztuljon ez a rendszer, mármint az én aurám, mert az isteni minőség, ahogyan mondtam, csak akkor fog tudni belépni, és kitölteni az én privát rendszeremet. Tehát az a lényeg, igen, hogy ezek az energiák kitöltsék, vagy betöltsék tulajdonképpen az én aurámat, mert hogyha ez így van, onnantól kezdve váltani fogok, elindulok egy másik úton, hát ahogyan mondtam, a szellemi rend irányába, és akkor mondhatjuk azt, hogy ez is olyan, mint hogyha a menybe menetelemet járnám. Szándékosan írom kötőjelet, tudom, hogy egybe kell írni ezt a szót, de én szeretem külön-külön is megvizsgálni a különböző fogalmakat, Mind azt, hogy mit jelent a menny, és azt is, hogy a menetel, mint olyan, igazából a Földön mit jelent, vagy mit jelent akkor, amikor én már kilépek ebből a rendszerből, és mondjuk a szellemi szintek által járom a mennybe menettelemet. Hát én igazából most mindkét fajta változatot képviselem, mert szellemi szinteken is egyre magasabb rezgésszinteket, állapotokat érek el, főleg karádi lénye által. De még földön vagyok, testben vagyok, bár mostanában nem szoktam annyit menetelni már, mint fizikálisan, alakilag, de előtte viszont rengeteget. Tehát szerintem ez az út, amit én bejártam, és az, hogy én mondjuk 10-20 évig gyalogoltam szinte folyamatosan, én nem tudom, hogy pontosan hány ezer kilométer gyalogoltam le, de szerintem ez is nagyon kellett ahhoz, hogy sok mindent kimossak önmagamból, rengeteg mindent kipakoljak az aurámból, főleg olyan dolgokat, amelyek ugye csak manipuláltak és eltérítettek, és utána pedig ugye elkezdtem ilyen tételekkel foglalkozni, és hát most már 10-15 vagy majdnem 20 éve folyamatosan ezt a szellemi utat is járom, ami által magasabb szintű energiák érkeztek, ami által elértem az önvalomat, ezt a kincsestárat, amiből folyamatosan tudok ugye meríteni és közvetíteni. Mert hát az a feladatunk az ilyen típusú lelkeknek, hogy folyamatosan közvetítsenek. Karádi Katalin lénye is rengeteg energiát, gondolatiságot küld felém. Tulajdonképpen én nagyon sokszor őt közvetítem, ezen felvételek által, vagy hát tulajdonképpen azokat a gondolatokat, amelyek valószínűleg hogy belőle is származnak, de ugyanakkor Istenből is, a magasabb szintű mintázatból, mivel, hogy az én aurámban szerintem már nagyon sokszor ezek az energiák jelennek meg. Hát ehhez szükség volt minimum tíz éves kiüresedésre és csendre, hogy ideig eljussak, és hogy már én is magasabb szinteken Rezegják. Na most, ö, tegnap arról is beszéltem, hogy én úgy érzem, hogy a ma bizonyos kapuban, már nem feltétlenül maga Krisztus áll, ő is ott van, és a Krisztusi energiákra is nagyon nagy szükség van, de azt érzem, hogy karádi lénye nagyon sok esetben, mint női messiás, átvette. A szerepet az irányítást, mert lehet, hogy az ő energetikai szintje még magasabban rezeg, mozog. Vagy ez is lehet, hogy valamilyen szempontból fejfej -fej mellett haladnak, hát azt érzem, hogy ezek a szintek így ingadoznak. Nyilván. Hogy ezeknek a szinteknek ingadozniuk is kell, hiszen energiákról beszélünk, és az energiák szintje pedig nem állandó, mint ahogyan a bolygónak a rezgés szintje sem állandó. Vannak olyan napok, amikor szerintem jóval magasabban van a, a Föld saját frekvenciája, és lehet, hogy egy kileng a mutató, és persze olyan napok is, amikor egy picit visszabb csökkennek ezek az értékek, hát ugyanúgy, ahogyan a mi rezgés szint változásoknál, változásainknál is ez van, hiszen én is érzem magamon, hogy valamikor nagyon-nagyon magas szinteket érek el, nagyon főrezgek, főleg akkor, hogyha korádi énekel a fülembe, a különböző megmentett dalok által, és akkor vannak olyanok, akik viszont nagyon erősen lecsökkentik a rezgés hát tőlük fokozatosan megválok és megváltam. Az a lényeg, amit mondtam, hogy energetikai cserét kell csinálni folyamatosan, és szerintem a Föld is ezt teszi. Mert az energiákban képek vannak, kódok vannak, nem mindegy, hogy milyen képek, milyen lenyomatok jelennek meg. Mert ezek a képek fognak besűrűsödni, és ezek fognak megjelenni fizikálisan. Tehát olyan lesz az én fizikális életem. A fizikális körülményei, mint amilyen képek, elhelyezkednek tulajdonképpen az aurámban. És akkor tudjuk azt, hogy hogyan lehet ugye teremteni, hogyan lehet mindent létrehozni, de hogyha nem, akkor most a következő lapon erről is fogok beszélni. Tehát az ember mint olyan, hogyha elgondol valamit, akkor az képként meg fog jelenni az aurában. Itt. És ez a kép lenyomatként várakozni fog. Színes képekről kell beszélni, bár lehet, hogy ez is attól függ, hogy ki milyen szinten tart, akik magasabban rezegnek, mozognak, ők nyilván, hogy színes képeket tudnak kivetíteni, lehet, hogy akik még alacsonyabb szinten, ők csak fekete-fehér képeket, és nem annyira kontúros mintákat. Na most oké, okay, elgondolok valamit, ez meg fog jelenni az aurámban képként, és mivel az aurámnak tükrös a szerkezete, Mondjuk így, ezért ezek a képek vissza fognak vetülni. Tehát automatikusan ez a rendszer visszaküldi. Na most, hogyha visszaküldi, akkor le fognak esni úgymond a rezgésszintek, és ha leesik, lecsökken a rezgésszint, akkor kialakul az anyag. Magyarán, akkor a képek, az elgondolások be fognak sűrűsödni, meg fognak jelenni. És akkor most menjünk vissza a jelenések könyvéig, vagy könyvéhez hogy miért olyan fontos most úgymond ez a fogalom? Hát azért, mert ugye tulajdonképpen ez a történet tételsor azt mutatja be, hogy Isten maga, vagy az Isteni erők hogyan tudnak tulajdonképpen megnyilvánulni, vagy megjelenni a Földön, azon a Földön, ahol elvileg paradicsomi létállapotnak kellene lennie, mert ez volt az isteni terv és elgondolás, egészen addig, amíg a negatív erők nem gyűrűztek be, és amíg az ember, mint olyan, nem vált, hát egyrészt halandóvá, másrészt pedig, hát valamilyen szempontból mondjuk ki, hogy romlottá. Hiszen elkezdtek hanyatlani a különböző korszakok, Miért? Hát Azért, mert az emberek egyre inkább eltértek, eltávolodtak az eredeti rendtől a mintától, vagy mondjuk azt, hogy Istentől, vagy mondjuk azt, hogy a tudati édenüktől, mert ha én a tudati édenem által működöm, akkor Isten fogom kiszolgálni, ezekkel az energiákkal fogok élni, nagyon magas rezgés szinten. Nyilván, hogy akkor teljesen másfajta képek, elgondolások jelennek meg az aurámban, és akkor más lesz a fizikális megnyilvánulásom, más dolgokat fogok ide kivetíteni a 3D-s rendszerben, mert mi olyanok vagyunk, mint a mozigépek, hát én biztosan. És akkor nagyon máshogyan fogom meghatározni az itteni létet, nagyon máshogyan fogom berendezni az anyagi szerkezetet. Ahogyan mondtam, minél. Alacsonyabb szinteken ezek az ember, és minél több anyagot gyárt, annál úgymond mulandobbá válik az illető. Tehát így nem lehet örök életet nyerni, sőt feltámasztani sem. Szerintem feltámasztani úgy lehet, hogy az aurába plusz pozitív, magas rezgés szintű energiákat juttatunk, és hogyha ezek töltik föl az aurát, akkor a test mint olyan föl tud támadni, hiszen a testet a lélek mozgatja, és azok az energiák, amelyek ugye benne megnyilvánulnak, de most lehet, hogyha ebbe a rendszerbe belelökünk egy ilyen 500 Hz-es pozitív isteni energetikai dózist, akkor föltámad a test. Tehát ahogyan mondtam, szerintem úgy lehet különböző testeket kivetíteni, hogy föltámasztani, ha magas szinteken, rezgés szinteken rezgünk, mozgunk, de én csak akkor vagyok ilyen szinten, ha az anyagot hátra hagyom, mivel, ahogy mondtam, az anyag le fogja csökkenteni a szintet. Hát én ezt érzékelem, és hát ezt húsz éve vizsgálom. Nem csak a saját életemmel kapcsolatban, rengeteg elemzést végeztem. És hát pluszban látom is, ugye, főleg a mai világban, mert ma nagyon sok anyagelvű emberke van, hogy akik ezt a szegmest, ezt az aurát, az ördögi mintát szolgálják ki, hogy ők mennyire elveszettek, és hogy mennyire alacsonyan van a, a rezgésszintjük és a tudatállapotuk. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy szerintem az, hogy az én energetikai mintázatom hogy van berendezve, vagy az aurám, az attól függ, hogy én milyen tudatállapot kapcsán fogalmazódom meg, hogy én tulajdonképpen hol tartok. Ha magas szinten járok már, akkor, ahogyan mondtam, az isteni minőséget fogom kiszolgálni, és akkor ezek az energiák fognak báromolni ide, fel fogják vinni az érezgész szintemet, nagyon erősen, föl fog ez az egész rendszer rezegtetni, és közel fog vinni, hova? A megigazulás felé, a tudati éden felé, nagyon elkezdtem érezni úgymond ezt a forrást, ahol tényleg valójában örök élet van, örökség van, mert hát ez volt az eredeti terv, ahol a testeknek nincs mulandósága, vagy a testek át fognak alakulni, és olyan sziluettek, olyan formák által fogunk működni, amelyek által valóban nem kell megtapasztalni a halált, a mulandóságot, a betegségeket és az öregedést. Tehát az öregedés is úgymond le fog állni, de alacsonyabb szinteken szerintem ott lesz. Tehát igen, lehet, hogy lesz egy olyan fajta váltás, hogy, hogy kialakul az aranykori mint a magasabb szinten, de lehet, hogy attól még a föld úgymond lenyomata alacsonyabb szinteken rezegni fog, még egy ideig, és akik ő, úgy alacsonyabb szinteken fogalmazódnak meg, ők nyilván, hogy a sűrű anyagi rendszerben foglalnak helyet, és akkor az ő testüknek még lesz mulandósága, de mondjuk lehet, hogy az enyémnek, vagy az én testemnek már nem. Hát, hogy följebb kerülök a rendbe az eredetbe, ahol tulajdonképpen Karádi Katalin ö, energiáit érzem, mert ahogy mondtam, szerintem ő áll a kapuban már egy-két napja de az is lehet, hogy ez csak rám igaz, hogy az én úgymond mennybe menetelem kapcsán ő vár engem, ő segít át, ő szabadít föl, ő lát el plusz pozitív rezgésekkel, ami által még magasabb frekvenciákat értem el, nagyon magas szintekre visz, és ami által tulajdonképpen a megváltás, meg tud történni, amit ugye Krisztusnak, kizárólag Krisztusnak tulajdonítanak, de rá kell arra jönni, hogy szerintem ezt a szintet mindenki elérheti akkor, hogyha fölveszi ezeket az energiákat, amelyek elültetődnek az aurában, és amelyek totálisan átalakítják a fizikális létezést. Én ezt a jelenséget megvizsgálnám, és meg is vizsgálom globális szinten is. És most vegyük alapul csak a Földet, hogy itt és most milyen jelenségek, energiák működnek. Össze lehet vetni a különböző korszakokat. Vessük össze az aranykori mintát, ugyanakkor a kaliugát. A kali júgában a démoni ördögi korban sokkal több negatív erő van, vagy igazából lehet, hogy csak negatív erők vannak. Az aranykori minta ugye a szeretetről, a békéről, az isteni megváltásról szól. Nyilván, hogy ennek a rendszernek magasabban van a szintje, mint a kali júgának Tehát uh, itt uh, hatalmas különbség van a kétféle állapot és korszak közt. Nyilván, hogy feltámasztani és örök életet adni különböző lelkeknek, embereknek a Kali Jugában nem lehet, mert ahogy mondtam, itt alacsony rezgésszintek vannak. Csak az isteni mintában, az aranykorban lehet ezt megcsinálni, és ezért írják azt, vagy a Biblia ezért írja azt, hogy a feltámadás tulajdonképpen Isten korában jöhet létre nem tudom pontosan megmondani azt, hogy melyik korszak, vagy melyik állapot hány-hány hercen rezeg. De most mondjuk azt, hogy itt van mondjuk a nulla szint, itt az ezres érték, és akkor nyilván, hogy itt az 500-as szint érték van középen. Az 500-as herc, 500 herc, az már a szeretet rezgés szintje. Itt alacsonyabb szintek vannak, itt magasabb szintek, és akkor mondhatjuk azt, hogy hogy tulajdonképpen szerintem a mennybe menetel az ez, <laughs> hogy én folyamatosan emelem a szinteket, és szeretnék visszatérni az egységbe, ahol minden egységesítve van, amire mondhatjuk azt, hogy ez a paradicsomi létállapot, és ahonnan szerintem sok lélek alászállt. Nem mindenki, mert vannak, akik a negatív oldalból érkeztek a földre, és ők lehúzzák, lecsökkentik az itteni szinteket, és ezért van az, hogy ugye mindig is harc volt és van a pozitív és a negatív energia közt, vagy mondjuk azt, hogy Isten és a démon között. Szoktak is ilyen ábrákat megjeleníteni. Egyszer láttam egy olyat, ami nagyon megfogott, hogy, a, hogy Jézus és ördög szkanderezik egy képen, és hát igen, jó kérdés, hogy ki fog győzni, hát szerintem teljesen egyértelmű. Vagy legalábbis bízom benne, hogy az. Mert a magasabb szinteknek kell érvényesülniük egy idő után a Földön, és ez abból is látszik, hogy, hogy emelkednek a rezgés szintek. Hogy már nem 7,83 Hz a Föld saját frekvenciája, hanem mondjuk 180. Tehát minden vissza akar térni tulajdonképpen az egységbe. Ha egy lélek az egységből származik, biztos, hogy nagyon magas szinten fog teste tölteni, és nem hétköznapi dolgokkal fog foglalkozni, szolgálattal lesz jelen, menteni fogja többi embert, mint ahogyan például Karád is ezt tette, és szerintem nagyon nagy az esélye annak, hogy ez az illető művész lesz, nem is egyszer-többször, tehát lehet, hogy valamennyi testetöltésében, mint ahogyan szerintem én is mindig így működtem. Ezek a lelkek azért jönnek vissza, hogy megmentsék az itteni létet, vagy magát a földet, más embereknek segítsenek és hogy az isteni energiákat elültessék, vagy magát, ezt a rendszert, magát a rendet képviseljék, hogy miért olyan fontos ez. Ugye hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért vannak olyan lelkek, akikbe ez ennyire erősen belelett kódolva, ültetve ez a vágy, hogy ők vissza akarnak születni, és a Földön egyfajta bemutatással szeretnének jelen lenni. Hát lehet, hogy Isten ezt kéri, vagy várja el tőlünk, mert ö, ugye a Föld eredetileg az ő úgymond alkotása, tulajdona volt, de begyűrűztek a negatív erők, amelyek átvették a hatalmat, és a paradicsomi létállapot, mint olyan, megszűnt, az aranykor is megszűnt, elindult a hanyatlás, és elérkeztünk a legdémonibb, legsötétebb korba, a Kali jugába, de mivel ciklikusság van, hát ugye ezért. Arról lehet olvasni, hogy minden vissza fog térni az aranykori eredeti mintába, persze ehhez nagyon sok mindent kell tenni. Na most én azt gondolom, hogy a Káli Júgában biztos, hogy teljesen másfajta képek érvényesülnek a nagy egyetemesség rendszerében, vagy mondjuk inkább az, hogy csak a Föld aurájában, hiszen most csak a Földről beszélünk, és arról, hogy maga a Föld elterített, mert nem biztos, hogy az egész univerzumban Ennyi negatív energia fogalmazódik meg, és hogy az egész univerzum egy eltérített rendszer. Hát a Föld az biztos, hogy az, és hát nyilván, hogy ezért érkeztek ide olyan lelkek, akik valamit itt akarnak tenni, segíteni szeretnének, mert hogyha nem lenne, vagy nem lett volna káosz, ez nem alakult volna ki, akkor szerintem lehet, hogy ilyen típusú lelkek nem is születtek volna vissza a Földre, mert hogy akkor nem lenne feladat. De hát így van, így rengeteg feladat van. Szóval, hogy arról kell beszélni, hogy azért a Föld mégsem annyira közömbös, különböző lelkek számára. Hát ez is jó kérdés, hogy miért nem. Hogy miért nem közömbös, és hogy miért nem mindegy az nekünk, például, hogy a Földön mi van. Tehát, bár én gondolom azt is, hogy jövünk egymásért is. Például a rokon és az iker lelkekért én biztosan, Nekem őket föl kellett ismerni, de őket is már csak magasabb szinteken ismertem föl, akkor, amikor már közelebb voltam, úgymond a saját tudati édenemhez, az isteni mintához, mert a Isten az, aki, vagy ez a minta az, aki analógiát fog képezni, szó szerint, tehát Istenben egység van, az ő rendszerében analógia van, nincs szétszakítottság, és mi tulajdonképpen erre az úgynevezett paradicsomi állapotra emlékszünk, ahol még egyben éltünk, voltunk, szeretettel, és nem acsarkodással, úgy, ahogyan a Földön sajnos egy ideje, hát így kell működni. De ez nyilván azért van, amit mondtam, mert sajnos a Föld aurájába ilyen képek lettek beleültetve, amelyek totálisan felborították a rendet, és ami által kettősség van, szétszakítottságban de a mi eredetünk nem ilyen. És akkor az is megfogalmazódott bennem. Ezt éreztem meg tegnap, vagy lehet, hogy hajnalban, hogy az aranykori mintában nagyon valószínű, hogy azonos nemű emberkék alkotnak egy párt, illetve most csak az én példámot fogom idevenni, mert én gyerekkoromban megkettőztem mindig saját magamat, és kivetítettem a női mintaképemet, másik felemet. Na most lehet, hogy én az aranykori mintára emlékszem, és ott valóban még így alkottunk egy párt. Na most igen, azért, mert ott ugye totális egység volt és van. Na most ugye, ahogyan mondtam, a Földön már dualitás van, kettőség, szétszakítottság, és mi az, ami nagyon erősen itt elterjedt? vagy amit elterjesztettek, és amit elfogadnak csak és kizárólag, az a heteró kapcsolatok, hogy a, a, egy nőnek férfival kell ugye egyesülnie, azért, hogy létrejöjjenek újabb és újabb utódok, de szerintem az aranykori mintára ez nem igaz, vagy sőt. Szerintem ott pont fordítva van minden. Az is lehet, amit mondtam, igen, hogy ott azonos nemű lelkek, lények, alkotnak egy párt. Miért? Azért, mert az aranykori rendszerben, Isten korában már nem kell utódokat létrehozni. És hát tudjuk azt, hogy két azonos nemű emberke nem tud önmagából létrehozni egy harmadik lényt. Mondjuk azt, hogy egy testet. Na most igen, ennyiben fog szerintem megváltozni. Úgy mond az az állapot. És szerintem én erre emlékszem, és erre emlékeztem már gyerekkoromban, hogy az aranykori mintában, a tudati egységben, Édenben, vagy mondjuk azt, hogy Istenben, vagy egy ilyen nagyon közeli állapotban így tevődik össze egy pár, vagy így is összetevődhet, jó, mondjuk ezt, és hogy ott nem a gyerek kreálás, mondjuk így, lesz a Föld cél, míg a Földön, hát sajnos ez. Mert a szerelmet, a szerelemet, Isten elemét a Földön, itt azzal azonosítják, hát szerintem az emberek minimum 80%-a, ez lett beléjük kódolva, szerintem a negatív oldal által, hogy a szerelemnek az kell, hogy legyen a következménye, hogy az emberek lekötik egymást, megkötik egymást, energetikai kötést csinálnak azáltal, hogy összeházasodnak, leláncolják egymást, így energiát rabolnak el a másiktól, lecsökkennek a szintek, tehát ők tudja, hogy nem fognak visszakerülni magasabb szintekre, plusz, hogy önmagukból létre kell hozni egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, egy hatodik embert, vagyis hogy plusz lelkeket kell ide testekbe sűríteni, akik ugyanolyan fogva tartottak lesznek, mint ők. Na most az aranykori mintában pont nem erről van szó. Ott az a lényeg, hogy a lelkek felszabaduljanak, kiszabaduljanak úgymond a test börtönéből, és ezért is gondolom azt, hogy ott az azonos nemű párok, vagy az azonos nemű lelkek emberek fognak különböző párokat alkotni. Tehát ott totálisan az én tükörképen fog megállni előttem. Na, de hogyha én női testbe születtem, akkor az én totális tükörképem az szintén nő, és nem férfi. És én azt gondolom, hogy nekem Karádi Katalin <laughs> tulajdonképpen ez az úgynevezett androgűn, nem androgűn, hanem másik felem, mert ugye az androgűn szóban benne van az, hogy férfi plusz nő. Tehát itt akkor lehet, hogy egy új fogalmat kellene alkotni. Nem tudom, hogy... Hogy egy olyan egységesített párt hogyan lehetne elnevezni, amelynek mindkét tagja női testben van, vagy volt, vagy működött, vagy egy ilyen mintát, ilyen képet vetítenek ki. És akkor igen, beszéljünk arról, hogy én nagyon azt érzem, hogy magát a feltámadást, vagy a feltámasztást itt már létre lehet hozni magasabb szinteken, mert hogyha magasabb rezgésszintekbe szintekbe visszaérünk magába az egységbe, akkor ott szerintem újra ki tudjuk ezeket a képeket vetíteni, és akkor lehet, hogy úgymond az én tükörképem is eképpen meg fog jelenni előttem, mint ahogyan ezt valamilyen szempontból én már gyerekkoromban is megcsináltam, sőt azóta folyamatosan, mert én folyamatosan vetítem ki a rokon, illetve iker lelkeimet különböző alakokba. Női és férfi mintázatokba, akik pontosan úgy fognak mozogni, cselekedni, mint ahogyan én azt elgondoltam, mint ahogyan én azt valahol, valamikor, magasabb szinteken megalkottam. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ez is valami a szempontból a teremtés része. Szóval nehogy azt gondoljuk, hogy mi nem tudunk teremteni, és különböző formákat, vagy aspektusokat létrehozni, de igen, magasabb mesteri szinteken. Persze nem mindenki, csak azok, akik már egy ilyen ö, állapotban működnek, és akik nagyon közel vannak a rendhez, az eredethez, pláne azért, mert nem anyagelvűek, mert ahogy mondtam, ezt így nem lehet megcsinálni, csak akkor, ha kitisztítom az aurámat, és másfajta infókat engedek be, Magyarán, ha megváltódik az én aurám, és ha már kizárólag az isteni erők működtetik, magyarán mondhatjuk azt, hogy ha kizárólagosságot nyertek eképpen az aurámban ezek a rendszerek, energiák, tételek. Időközben telefirkáltam még egy füzetet, Mehetek újra a papírboltba. Jó, de nem baj. Vagy maximum majd a falra fogok firkálni. Ez is egy jó ötlet. Legalább megmaradnak talán ezek a gondolatok. Úgyhogy igen, nagyon fontos a különböző tudatszintek vizsgálata, hogy ki hol tart, mert ez fogja meghatározni, tulajdonképpen szerintem az aura összetételét. Ez azért nagyon fontos tétel, mert én azt gondolom, hogy a földi létezés is ugyanígy épül föl, tehát a föld energetikai rendszerét is folyamatosan vizsgálni kell, és azt, hogyha most már magasabb rezgésszinteken járunk, akkor az mit fog előidézni, és hogy miért van az, hogy most már nagyon közel érzem például az aranykori mintát, vagy hogy például a feltámadáson én ilyen sokat elkezdtem beszélni, amit még mondjuk én tíz évvel ezelőtt nem gondoltam, mert én tíz évvel ezelőtt azt mondtam, hogy ilyen nincs, viszont most éreztem meg, hogy bizony ilyen van, és lehet, hogy a lelkek valóban vissza fognak vetülni, ki fogják újra magukat vetíteni. Azért mert ezekben a képekben magasabb szintű energiák jutnak, magasabb frekvencián működnek majd. Éppen ezért úgy ez az alakváltás meg tud történni, de csak az örökségben, egy olyan mintában, ahol örökség van, hiszen hát az a lényeg, igen, amit mondtam hogy az örök életet, mint olyat elnyerjük, vagy megalapozzuk az isteni energiák által, ami, vagy amelyek nyilván, hogy nagyon magas szinteken rezegnek, mozognak. Szóval ez egy nagyon érdekes tétel. De főleg az, hogy, hogy nagyon fontos az aura rendbetétele. Szerintem na, ez a legjobb szó. Az aura rendbetétele, ugyanakkor a feltöltése. Pozitív energiákkal. Szó szóval szerint az a lényeg, hogy az aurám rendbeli legyen, hogy az én aurám az tulajdonképpen úgy működjön, mint egy szerzetes rend, hogy én ezt így rendezzem be. Ezt éreztem meg most. Hogyha az én aurám már ilyen, és úgy működik, mint egy szerzetes rend, akkor onnantól kezdve én megváltódom, változok, váltok, elindulok egy másik úton, és a magasabb szintű rendszereket fogom szolgálni, ergo magasabban lesz a rezgés szintem, és már másfajta képeket fogok tudni kivetíteni, ami által másmilyen lesz a fizikális életem. Vagyis saját magunkat válthatjuk meg, és az örök életet, mint olyat, így, így idézhetjük elő. Főleg akkor, hogyha az embernek van ebben hite. Nekem még tíz évvel ezelőtt nem volt, most már van. Azért van, mert eljutottam idáig, gondolatilag, vagy mondjuk inkább azt, hogy tudatilag. És akkor megmutatom azt, hogy van itt egy-két ilyen aranyos kis ábra, mert hogy most már kénytelen vagyok eme füzet hátsó oldalára rajzolni, mert hogy már nincs más előttem. De hát ő nagyon aranyos, nem? Bár igen... Hát ez egy boci, de mondjuk azt, hogy jobb lenne, ha ez egy bárányka lenne, hiszen hát tudjuk azt, hogy a bárány, mint olyan kivel vagy mivel analóg, de most fogadjuk előtt is, <laughs> mert rá is nagyon nagy szükség van. Hát ez olyan, mint már az édenkertben lennénk tulajdonképpen, ahol szelíd állatok vannak, és ahol az emberek is sokkal barátságosabbak, főleg az állatokkal és az élővilággal, meg úgy egyáltalán mindenkivel, és ahol szerintem nincs különbség, nincs kibillenés, nincs polaritás, nincs szétszakítottság, csak egység, és ahol az örök lét és ugyanakkor a feltámadás, mint olyan, meg tud történni, magasabb szinteken, magasabb rezgés szintek, vagy mondjuk az, hogy kivetítések által. De ez attól függ, hogy én milyen szinten tartok hogy mennyire emeltem föl a saját frekvenciámat, avagy sem. Tehát, ahogy mondtam, igen, nagyon fontos azt is nézni, hogy a Föld hol tart. És hogy ehhez képest mi az, ami változik, változott. Nem tudom, hogy hány hercet kell ahhoz elérni, hogy az aranykori minta totálisan ki tudjon alakulni a Földön, és mondjuk, hogy a különböző lelkek feltámadjanak, mint amiről ugye ír a Biblia is. Hát ezt így igazából adatszerűen sehol nem írják le, csak az, hogy milyen úton kell végigmenni ahhoz, hogy ezt a szintet elérjük, és hogy nekem egyénileg mit kell tennem ahhoz, hogy hát, hogy én is bekerüljek, átkerüljek tulajdonképpen a rendbe. De szerintem én az előadások által folyamatosan ezt az utat mutatom be, és folyamatosan emeltem a szinteket. Tehát aki mondjuk 7 évek követ, annak tudja, hogy már nem olyan a rezgés szintje, mint 7 évvel ezelőtt mert nagyon sok plusz energiát adok én is. Ugyanakkor, amit mondtam, vannak olyan lelkek, akik esetleg most nincsenek testben, de rengeteg energiát küldenek vissza magasabb szintekről, magas rezgésszintű energiákat, amelyeket kamatoztatni kell, ilyen nekem most Karádi Katalin lénye, aki rengeteg tételt, gondolatiságot hozott felszíre belőle, belőlem, és aki által elkezdtem hinni ebben a rendszerben, és abban, hogy örök élet valóban lehet, és akár ő is feltámadhat, és akár újra üdvözölhetjük egymást, ha egy szintre érünk, és hogyha már a pozitív energiák által működünk, vagyis az isteni rend által, mert úgymond ez a jelenség csak itt és így tud megvalósulni alacsonyabb szinteken nem. Alacsonyabb tudatszintek által az embereknek meg kell tapasztalnia a halált, a mulandóságot, egymás elvesztését, mert ezek a dolgok is tanítanak, fejlesztenek bennünket, és valamire sarkalnak arra, hogy elinduljunk az úton, rengeteget tanulmányozzunk, fejebe emeljük a szinteket, hogy kikerüljünk ugye a fogvatartásból, megüdvözüljünk, és ott fogjunk egymással a kezet újra, nem a sűrű anyagi rendszerben, ami szerintem előbb-utóbb le fog amortizálódni, és valóban a magasabb szintű minták fogják átvenni az itteni irányítást, amire azt mondják, hogy újra a paradicsomi létállapot lesz a Földön. Hát reméljük, hogy ez tényleg így lesz, főleg akkor, hogyha ezt már látjuk a lelki szemeink előtt. Az emelkedés ugyanakkor a mennybe menetel során találkozhatunk különböző képekkel, amelyek szintén az auránkba vannak kódolva. Ilyen például Krisztus arcképe, alakja, amit egy magasabb szinten lehet elérni, látni, tapasztalni. Vannak itt olyanok, akik már tapasztalták-e -e jelenséget, akik számára megjelent úgymond ez a kép, kódként, de ahogy mondtam, szerintem itt is lehetnek különböző változások, és az is lehet, hogy nem mindenkinek az aurájában ugyanazok a képek vannak, vagy lettek ugye belekódolva, vagy ahogy mondtam, lehet, hogy vannak most különböző változások, és hát más arcképek is megjelenhetnek, és lehet, hogy ezért van az, hogy ilyen sokféle vallás, vagy hitrendszer alakult ki, igen, hát mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ez ezért van, mert az emelkedés során másfajta képek jelennek meg. De ez attól függ, hogy ki milyen tudatszinten tart, hol rezek, hol mozog, hogy számára milyen kinyilatkoztatások érkeznek, mert az is lehet, hogy ezt maga az önvaló, hogy az egy egyetemes rendszer küldi le. Na most lehet, hogy nem mindenkinek hát egyforma az önvalója, tehát nem minden önvalóba ugyanazok a képek vagy kódok lettek beleültetve, és hogyha mondjuk egy másik emberkének más az összetétele, akkor hozzá más képek fognak megjelenni. Nyilván mindig olyan képek jelennek meg, olyan kódok, amelyekre szükségünk van az utunk által, ami által a missziónkat, mint olyat teljesíteni tudjuk. Hát az én aurámba nagyon sok iker, illetve lélek lett úgymond belekódolva, nagyon sokan csatlakoztak, Emek körhöz nyilván azért, mert nekem erre volt szükségem. És hogyan mondtam, ezek ilyen lépcsőfokok lesznek. Miképpen az ember folyamatosan halad, úgymond fölfele, vagy miképpen, ahogyan az ember járja a saját mennybe menetelét. Igen. De energetikailag segíthetjük egymást. És előidézhetjük, mondjuk azt, hogy a másik feltámadását vagy feltámasztását energetikailag. Hogyha azok az energiák nagyon magas szinten rezegnek mozognak, Szóval szerintem ez egy nagyon érdekes tétel, tovább lehet gondolni, hát én is tovább fogom nyilván. Biztos vagyok benne, hogy még nagyon sok minden fog előtérbe kerülni, és azt is érzem, hogy nagyon sokszor egy ilyen jövőbeli mintát próbálok meg visszahozni a múltba, ami igazából a jelen. És arról beszélek, ami lehet, hogy mondjuk 100-200 év múlva fog meghonosodni a Földön, akkor már biztos, hogy nagyon más lesz az itteni berendezkedés, az összetétel. Remélem, hogy addigra aranykori létállapot érvényesül, amiben eltűnik a betegség, a halál, a mulandóság, és amiben valóban újra egymásra találnak a lelkek, és valamilyen szempontból újra egyesülni tudnak, akár azonos nemű párként, mert hogy ott csak a sziluettek fognak számítani, a testek, a formák ekképpen már biztos, hogy nem. Igen, hát az is jó kérdés, hogy egy-egy lélek milyen testbe jön vissza, hogy milyen forma által támad föl. Most ebben nem menjünk bele, mert ez egy plusz, hosszabb tétel lenne, amit most nem fogok tudni kifejteni de ezzel is érdemes egyébként elgondolkodni, és azon, hogy milyen képeket vetítünk ki a saját életünkben azáltal, hogy hol tartunk, hogy az ember, mint olyan, hogyan gondolkodik önmagáról, a világról, az itteni összetételről. Én már nagyon más, ugyan, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, és hát ezért van az, hogy ez a feltámadás jogrendet című, jog, című sorozat nyolcadik része, mert én is azt gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni. Hogy igazából ez a terv, hogy akik végigmentek egy ilyen úton, másfajta lehetőségeket kapnak, megkapják ezeket a lehetőségeket, Főleg akkor, hogyha a hitben az ember magasabb és bensőbb állapotot ér el, számomra ilyen sugallatok érkeznek. Szerintem azonos időben. És azt gondolom, hogy most ezek a tételek máshol is megnyilvánulhatnak. Hát jó kérdés, hogy kiknél. Kik azok, akik már ugyanitt tartanak akikhez ugyanezek az információk áramolnak, mert gondolom, hogy ez a rendszer többfelé elküldi. Nyilván nem véletlenül. A Krisztusi minta, mint olyan nagyon sok ember aurájába bele lett kódolva. Szerintem ez is nagyon érdekes. De lehet, hogy ez csak a Földön van így. És az is lehet, hogy például az aranykori mintában már teljesen másfajta kódok, jelek és képek fognak uralkodni. Most az emberiség számára szükség van különböző húzó erőkre, pontosan azért, amit mondtam, hogy az embereket ez a rendszer kivezesse a kali jugából és átsegítse az aranykorba. Tehát ehhez kellettek ilyen mankók, úgymond ilyen segítők, ilyen energiák, de én szerintem az aranykori rendszernek teljesen más az összetétele, és ott már szerintem ezek a mankók nem fognak megjelenni, ott totális fölszabadulás lesz és ott valóban üdvözölni fogjuk egymást, meg ezt a rendszert, teljesen másfajta viszonyok közt. Viszont mi erre az állapotra emlékszünk, és innen szálltunk alá. Nekem az aranykori minta a természetes, és nem az, nem az ami most a Földön föllelhető. Az totál idegen. Az én tudati megnyilvánulásom, vagy egyáltalán a gondolkodásom, a lényem az az aranykori mintában van, csak alakilag a Földön, a Káli jogában kell most megfogalmazódni, de én a felsőbb szinteket, a magasztosabb állapotokat képviselem, és én abban is hiszek, és nem abban, hogy úgy kellene működni a Földön, mint ahogyan ma az emberek többsége működik, vagy amilyen mintát elültetett a démoni ördögi oldal. A másik óra, amit valahogyan meg kell, hát nem semmisíteni, hanem az a lényeg, hogy a pozitív oldal vegye át az irányítást, és hogy ezek az energiák áramoljanak ide. Mert hát akkor lesz rend, és akkor térünk vissza az eredeti állapotba, amire azt mondják, hogy ugye ez a paradicsomi minta, amiben valóban feltámadnak majd szerintem is különböző lények. Pont azok, akikre szükség lesz az aranykori rendszer működtetéséhez, és akiket szerintem én folyamatosan felismerek, igen, és akikről én tudósítok, beszélek, tehát valószínű, hogy mi ott újra találkozni fogunk. Hát én már nagyon várom, és az az igazság, hogy én ezért dolgozom ennyit, szó szerint éjjel és nappal.